megyünk tovább. Megyünk, biztosan Györgyi. Láttak már olyan jelzést, itt előttünk az asztalon is van egy-két kávé, és az oldalán, meg is mutatjuk, van egy kis jelzés, egy ilyen kis kör, és egy kis béka van rajta, majd hogyha ráközelít a kamera, akkor látják. Jó, ez egy-egy terméken azt mutatja meg, hogy az Esőerdő Szövetség ajánlása, tehát itt van ez a kis köröcske, ezzel fogunk tovább menni. Vendégünk pedig Szeles Dóra, a Costa Coffee Magyarország kávéfejlesztési vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Miért is fontos ez a jel? Mit mutat meg? Tulajdonképpen ez a kis béka ebben a körben, ahogy említette, az Esőerdő Szövetség tanúsítványa, és tulajdonképpen ez egy jó útmutató a fogyasztók számára avval kapcsolatban, hogy ez fenntartható módon készített termék. Ez mit jelent, hogy fenntartható? Ez egy elég divatos kifejezés manapság, nem csak a kávé tekintetében, de egyébként így globálisan is bármilyen iparág tekintetében használatos. Ugye a föld erőforrásai eléggé kimerülőben vannak, nem mindegy, hogy milyen állapotban hagyjuk magunk után, és ugye a termelővállalatoknál ez még fokozottan érvényes, hogy a termeléssel ne okozzunk még több kárt, károsanyag kibocsátást, nem mindegy, hogy mekkora az ökológiai lábnyomunk. És ennek megfelelően például az Esőerdő Szövetség egy olyan szervezet, ami arra hivatott, hogy az esőerdők védelmét képviselje, és ennek megfelelően folyamatosan minden évben kiad olyan szakmai kritériumrendszert, aminek a betartása bizonyos akár kávétermelő farmokon azt jelenti, hogy a termelés minden egyes lépése fenntartható módon, tehát a legkevesebb káros mellékhatással készül. Mik ezek a kritériumok? Tehát mitől fenntartható egy kávé? Ezek egyébként évről évre változhatnak, de alapvetően minden egyes lépését a folyamatnak meghatározza azt is, hogy hogyan termeljék az alapanyagot, mennyi vízfogyasztással, milyen módon, akár a csomagolóanyagra is vannak kitételek, talán a szállítás is meghatározható. Egyébként nagyon fontos szerintem a mai világban, nekem az egyik ilyen legfontosabb az, hogy például tiltják a gyerekmunkát. Tehát ezeken a farmokon biztos, hogy olyan körülmények között dolgoznak a farmerek, ami nekik is egyfajta biztonságot jelent, nem csak anyagilag, hanem nyilván elmondani. Na pont ezt kérdeztem volna öntől, ugye, mert számtalanszor látunk olyan képsorokat, fotókat, hogy vannak olyan kávéültetvények, ahol egészen elképesztő, szürreális, embertelen körülmények között dolgoznak. Akkor itt ebben a programban, illetve ezek a kávék, amik onnan érkeznek, itt az is nagyon fontos, hogy a munkakörülmények azok nagyon jók legyenek. Abszolút, tehát amellett, hogy tényleg a környezetvédelme az elsődleges, nyilván, ahogy az előbb említettem, az emberek erkölcsi és anyagi biztonságának a megteremtése is alapvetően fontos. És egyébként nem sok olyan farm létezik ma, ahol ez egyre elterjedtebb, de azért például a kávé tekintetében kb. Egy 5%-a a kávétermelésnek az, ami ilyen farmokról számít. Az nagyon-nagyon kevés. Hány van Magyarországon? Hány fajtát tudok én venni? A Kosztát látjuk, nem mondjuk így azon kívül. Az 5% az iszonyú kevésnek tűnik laikusként. Azt tudom elmondani, hogy a mi portfóliónk 100%-ban ilyen alapanyagokból és ilyen eljárással készült, tehát azért van az összes termékünkön a Rainforest Alliance, az Esőerdő Szövetség ajánlása, mert csak kizárólag ilyen forrásból származnak a kávék. Többnyire honnan, melyik földet, csak egy tájegységről, földrészről? Hát ez vegyes. Kolumbia, ugye, ami nagyon népszerű, Dél-Amerika, Indonézia, Afrika, tehát hogy ezek azok a tájegységek, ahonnan, vagy kontinensek, ahonnan a kávék többsége jön. Ez nagyon jó, hogy mindezt elmondta, de a vásárló mennyire tudatos? A vásárló mennyire szereti, vagy a vásárlónak mennyire fontos, hogy mondjuk egy ilyen kávét vásároljon és vigyen haza? Hát egyre inkább. Elmondható az, hogy világszerte körülbelül a vásárlóknak az egyharmada az, aki ilyen nagyon tudatosan választ, és ezek között is inkább felülreprezentáltak a fiatalok, tehát akiknek ugye nyilván a jövője szempontjából sokkal érdekesebb az, hogy milyen irányba halad a termelés, vagy a földnek. Ez nagyon jó hír.
Igen. Hát akkor ők vannak nyilván egyre többen. De ez világ, és Magyarországra is igaz egyébként, tehát itt is mi is végeztünk egy kutatást, és itt körülbelül 80% a megkérdezetteknek mondta azt, hogy őt foglalkoztatja ez a kérdés, és alapvetően mi is láttuk, hogy a fiatalokat jobban. Egyébként mennyivel drágább ettől, vagy drágább? Ugye sokan azt mondják, hogy jaj, hát ami bio, meg ami fenntartható, fú, biztos iszonyatosan megdrágítja magát a terméket. Nem feltétlenül drágább, igazából nyilván sok mindentől függ, de azt el tudom mondani, hogy ezek az ajánlások, vagy ezek a kritériumrendszerek sokszor a hatékonyság irányába, illetve legtöbbször a hatékonyság irányába mozdítják el a termelést. Ez azt jelenti, hogy nyilván vizet tudnak spórolni, időt tudnak spórolni, ami egyfelől egy gazdasági szempont, de a másik oldalról pedig nyilván egy környezetvédelmi szempont is. De pontosan emiatt egyébként az Esőerdőszövetség tanítja is ezeket a farmereket, hogy ez fenntartható legyen. Tehát hosszú távon ugyanazok az eljárások tudjanak jól működni, és ez hosszú távon nyilvánvalóan egy költséghatékonyságot is jelent. Hát ez nagyon jó hír. Nem sokára megkóstoljuk, és iszunk mi is egy jó kávét. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.